Köszönöm a kérdést, mert a fiatalok, ők a következő generáció, amelyik valamelyik irányba fog elvinni nekünk az életet, a világot. De miként tudjunk pozitív hatással lenni, tudatosítani? Hogyha mi egy példamutató vagyunk, hogyha mi az előző generáció, akik mondjuk már nem fiatalok, gyakorlatba hozunk a magas vagy lelki elveket, és mert nem a tudással kell tudatosítani fiatalt, de lehet beszélni bármiről, de közben, hogyha mondjuk neki, ne dohányzál, fiacskám, de én dohányzok, akkor a fiatal nem azt nézi, mit mondasz, hanem mit csinálsz. Szóval nekünk kell gyakorolni, és akkor ez lelkesíteni fog a fiatalokat is elfogadni ezeket az értékrend elveket.